Itt a győri törvényszéken találkoztak a házigazda intézmény és a győri kampusz képviselői. A Széchenyi István Egyetem és a győri törvényszék több éves kapcsolatot ápol egymással, csütörtökön pedig hivatalosan is aláírták azt az együttműködési megállapodást, mely a joghallgatók elméleti és gyakorlati tanulmányainak sikerét is elősegíti. Ezzel gyakorlatilag ránk irányítanak egy közfigyelmet, mert ezeknek az egyetemeknek az a dolga, nem az a dolga, hogy elzárkózzanak, az a dolga, hogy kinyíljanak a világra, és fölhívják a világ figyelmét, hogy mi folyik, befogadják a világból jövő impulzusokat, és mindig egy visszacsatolás, mert nekünk az a dolgunk, hogy szolgáljuk a világot, ez bármilyen hihetetlen, de hát mi szolgáltató egyetem vagyunk, és szerintem 21. század egyeteme is szolgáltató egyetem lesz a szónak a nemes értelmében. Az együttműködés a kampusznak és a törvényszéknek is kiemelten fontos, hiszen mindkét intézmény profitál az összefogásból. Ez azért jó, mert itt vannak nálunk a jogi asszisztensek 4 hétig, vagy esetleg 6 hétig, és megismerjük őket, és később, hogyha felvételit fogunk tartani, meglátjuk azt, ki hogyan végzett, teljesített, és emlékszünk rá, ki volt, aki jobban hozzáállt, szorgalmasabb volt, szakmailag magasabbat hozott. Ezért ez nekünk is hatalmas előny. Dr. Takács József elégedett a győri joghallgatókkal. Mint mondja, magas teljesítményükkel számtalanszor kitűntek már egy-egy felvételi elbírálás során. Ehhez persze az elméleti tudás mellett szükség van a gyakorlatot biztosító intézmények segítségére. Ők, amikor a diplomát megszerzik, akkor elvárja tőlük a leendő munkáltató, hogy teljesen naprakész tudásuk legyen, sőt azokat a gyakorlati ismereteket is már birtokolják, amelyek lehetővé teszik, hogy ügyintézőként, akár bírósági fogalmazóként, hogyha joghallgatókról van szó, rögtön másnap be tudjanak illeszkedni a bírósági környezetbe, vagy adott esetben az ügyészséghez. Az együttműködési megállapodás aláírása után kiderült, hogy dr. Havasi Dezső kezdeményezésére létrejött a Deák Ferenc Alapítvány, azokért a fiatalokért, akik nehezen teremtik meg a tanulmányaikhoz szükséges forrásokat. Az állami támogatott képzés az nagyon szűkörre csökkent, és ez érzésünk szerint társadalmi rétegeket kizárhat a továbbtanulás lehetőségé azokon a karokon, ahol önfinanszírozás szükséges. Ez könnyű felismerni, hogy ez így van akkor is, hogyha ez nem milliókat igényel, hanem csak 1-200 000 forintos féléves díjakat, de sok családnál ez az összeg előteremtése is nagy nehézségeket okozhat. A támogatás tehát megvan, a hallgatóknak már csak az a feladatuk, hogy lelkiismeretesen tanuljanak, majd később az életben is helytálljanak.